Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Emberhátrányban játszott győzött Ajkán a Kisvárda Mastergood. Első fokon pert nyert az MLS ellen a Nyíregyháza Spartacus. A nyíregyházi kosársuli győzött a negyeddöntő első felvonásán. 8-én zárta az alapszakaszt a Sunshine Nyíkse csapata. Győzelemmel mutatkozott be a Nyírbátor kispadján Márton István. A 8 között zárná a szezont a baktai futballcsapat. 70 percen keresztül emberhátrányban játszva győzött Ajkán a Kisvárda Mastergood. A vendégek Erős Gábor góljával nyertek 1-0-ra, és sikerükkel előreléptek a tabella negyedik helyére. Egész héten arról beszéltünk, hogy ezt a mérkőzésnek mindenféleképpen meg kellene nyerni. Úgy gondolom, hogy mentálisan voltunk erre a meccsre rendkívül erősek. Ezt azért is merem kijelenteni, ugye, mert ez volt az első olyan mérkőzés, amikor emberhátrányban voltunk, és győzni tudtunk, illetve 3 pontot tudtunk szerezni. Egy meccs volt, amikor pontot sikerült csak rabolni. Ez volt az 5. idegenbeli mérkőzés most tavasszal, és 3 győzelem mellett 2 döntetlen a csapat mérlege. Korábban arról beszéltük, hogy talán itt tavasszal jobban fekszik, hogy idegenben a játék a csapatnak, ezt igazolják az eddigiek? Hát mindenféleképpen. De úgy gondolom, hogy erősödött is annyit a csapatunk, hogy összeérett a csapatjáték, tehát akár hazai pályán, akár idegenben játszunk, nekünk mindenféleképpen győzni kell, de hát úgy néz ki, hogy eddigi idegenbeli mérlegünkből azt a következtetést maximálisan le lehet vonni, hogy fekszik az idegenbeli pálya. Az Ajka ellen olyan játékosok kerültek kényszerűségből a csapatba, a kényszerűségből kimaradók helyére, akik kevesebbet játszottak, vagy egyáltalán nem játszottak még tavasszal, ez jelenthetett plusz motivációt számukra? Úgy gondolom, a mérkőzés összképét tekintve igen. Tehát kijelenthető, hogy mindenki élni tudott a lehetőséggel, akár a Csillus Tomi, akár a Papucsek, akár az Eszlátyiról beszélünk, hozzátették a magukét ahhoz, hogy a csapat ezt a meccset meg tudja nyerni. A hétvégén a Sziget-Szent Miklós érkezik Kisvárdára, utolsó előtt a csapat. Mint legutóbb a Soroksár ellen kiderült, ez semmilyen garanciát nem jelent már, mint az, hogy a tabellán elfoglalt helyeket nézzük, ráadásul edzőváltáson esett át a Sziget-Szent Miklós, milyen mérkőzésre, milyen ellenfélre lehet számítani? Nehéz mérkőzésre. Ezt abból a szempontból is mondom, hogy ugye a Sziget-Szent Miklós, hogyha jól tudom, 12 forduló óta nem nyert mérkőzést. Tehát egyszer biztos, hogy át fog fordulni nekik, remélem, hogy ez nem itt Kisvárdán fog megtörténni. De én úgy gondolom, hogy egy masszív csapat, aki inkább a védekezésre helyezi a hangsúlyt, tehát nem lesz könnyű őket feltörni, és megvannak azok a gyors játékosok, akik egy kontrát tudnak játszani. De én bízom abban, hogy ahhoz, hogy mi elérjük azt a célt, amiről mi az öltözőben beszélünk, azt ahhoz nekünk itthon nyerni kell. A forduló további eredményei: Sziget-Szent Miklós Szeged 0-3, Siófok Soroksár 0-1, Mezőköves Csákvár 3-0, Balmazújváros Zalaegerszeg 1-0, Dunaújváros Szolnok 1-1, Gyirmót Budaörs 3-2 és Vác Sopron 0-1. A tabella élén a Gyirmót áll 47 ponttal, megelőzve a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Zalaegerszeget. A Kisvárda 33 ponttal a negyedik helyen várja a 15. Sziget-Szent Miklós vendégjátékát. A Sziget-Szent Miklósiaknál kedden az eddigi edzőt, Vágó Attilát, Tamási Zoltán váltotta a kispadon. Első fokon megnyerte az MLS ellen a kizárás miatt indított pert a Nyíregyháza Spartacus. A Spari a legutóbbi fordulóban Putnokon nyert 2-0-ra, így továbbra is őrzi 3 pontos előnyét az NB3 keleti csoportjának élén. Nagyon nehéz mérkőzés volt. Idegenben játszottunk egy jól szervezett csapat ellen, de összességében a győzelmünk az nem félhetett kétség. Nagyon rossz pályán játszottunk, de nem foglalkoznék ezzel. Nehéz mérkőzés volt, de megérdemelten nyertünk, hál' Istennek. Lehet azt mondani, hogy az előző hetek kisebb döcögése után most már kiegyenesedett, hogy a csapat visszatalálta arra az útra, amelyen járnia kell? Én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, ki lehet jelenteni. Nagyszerű heteket élünk mostanában meg, volt pár nehezebb mérkőzésünk, különböző okok véget nem tudtunk úgy szerepelni, ahogy én szerettem volna, de mostanában már minden helyre állt. Itthon játszunk a következő mérkőzésen a Tája ellen, hogyha van kötelező győzelem, akkor ez az, de nem csak hogy szeretnénk nyerni, hanem szép játékkal és sok góllal szeretnénk nyerni. A legfontosabb nyilván a 3 pont, de szeretnénk jó és látványos játékkal kiszolgálni a közönségünket. Kedden született egy döntés az MLS első fokon, a klubjavára ítélt a kizárás ügyében. Milyen hatással lett ez rátok, vagy mi a véleményed erről az első fokú döntésről? Nem volt bennem kétség. Itt vagyok most már lassan másfél éve. Olyan tulajdonos van, akinek a személye garancia arra, hogy mindig minden rendben lesz. Ez így is volt a korábbiakban is. A döntés számomra abszolút egyértelmű volt, hogy mi lesz. De még a
A Spori még csak egy gólt szerzett, a mérkőzés még hosszabb ideig tart, 90 percig. Én ezzel nem foglalkoznék, én nekem egy dolgom van, hogy a csapatom hétvégén nyerjem. Újabb győztes meccsen van túl a csapatputnokról, mindenkinek nehéz elhozni a három pontot, nektek milyen körülmények között sikerült? Éreztük azt, hogy már a meccs előtt is, hogy nem lesz könnyű, ezt az első fél időben is bebizonyította a putnoki csapat, hogy az egyik legszervezettebb csapat az NB3-ban, védekezésben legalábbis. Jól játszottunk, én azt gondolom az első fél időben, a másik fél idő már gyengébb volt, de úgy tudtuk eldönteni a mérkőzést, hogy mind a két fél idő hajrájában gólt tudtunk szerezni, ez döntő volt. Visszatalálta arra az útra a csapat, amelyet szeretnétek és amelyet elképzelhetek az elmúlt hetek egy-két döcögő és sebsült vereséget hozó meccse után? Igen, visszatértünk arra az útra, főleg, hogyha az idegenbeli meccseinket nézzük, mert ugye itthon nem sok problémánk volt eddig, hál' Istennek, de idegenben nem nagyon tudtuk kiszolgálni a szurkolókat, akik nagyon örülök, hogy elég sokan jönnek idegenbe, szép számmal megjelennek. Nem tudtuk őket kiszolgálni sem Cegléden, sem Jászberényben, és szerettünk volna elindulni idegenbeli győzelmekkel is, mert azért a bajnoki címhez, hát ezt valljuk meg, hogy az is kell. Kedden született egy elsőfokú bírósági döntés, amely az MLS-szel szemben a Sparinak adott igazat. Mennyire jelentett ez témát az öltözőben közöttetek? Természetesen témázunk ezzel kapcsolatban is. Nem szeretnénk nagyon foglalkozni ezzel. Nem szeretném én se, hogy elvigye a fejeket, mert a bajnoki címre kell koncentrálnunk, nekünk meg kell nyernünk a bajnokságot, ez a dolgunk. Természetesen ez egy jó dolog, és örülünk neki, hogy első ízben a Sparinak adott igazat, nekünk adtak igazat a bíróságon, de ez majd nyilván foglalkoznak vele a fentiek, akiknek dolguk ez. Nekünk csak játszani kell, nyerni kell, ennyi. Megtette az első lépést a legjobb négy közül jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a negyeddöntő első meccsén 87-72-re verte a Tatabányát. A mérkőzés elején ez úgy tűnt, ez valóban egy nagyon sima mérkőzés lesz, tehát vezetünk is, itt már volt, amikor 20 pont körüli vezetés is volt. Igen, nem csak ugye, hogy ez a Tatabány, azért tudnék, hogy ez egy rutinos játékosokból álló csapat, meg nem azért jöttek ide, ugye, hogy ilyen könnyen adják ezt a győzelmet nekünk, folyamatosan elkezdtek följönni. A mi játékosaink pedig egy kicsikét, mintha belehaludtak volna a mérkőzésbe, ugye eldöntöttük, hogy igen, milyen kis ügyesek voltunk, milyen taktikusan jól kosárlabdáztunk az első félidőben, és amik negyedben egy olyan teljesítmény jött elő, ami ugye példátlan volt, tehát az első 10 kosárlabda a másik kísérletünk, az sok esetben még a gyűrűt se találta el, tehát ugye ez maximálisan egy koncentráció hiánya volt. A végjátékban ugye ide és oda is mentek, a pontok ugye voltak, nagyon szép labdaszerzéseink, de ugyanolyan nagyon csúnyán eladott labdáink is voltak, elvédekeztük magunkat. Olyan szempontból egy jó mérkőzés volt, hogy aki kijött nézőnek, az egy változatos mérkőzést látott, nagyon sok taktikai variációt lehetett látni, ugye a védekezések különböző variációját próbálta ki mind a két csapat. Megpróbáltunk ugye úgy szerkezetben, emberanyagban forgatni, ugye az ellenfél cseréjéhez alkalmazkodva. Ezen a mérkőzésen ebből mi jöttünk ki jobban, ettől függetlenül ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, a győzelemhez az egy óriási dolog, ugye mégiscsak az első párharcot itt megnyertük a Tatabányával szemben, visszamegyünk Tatabányára, ez a teljesítmény ott nagyon kevés lesz, ettől sokkal többet kell hozzátenni úgy koncentrációban, mint pontosságban, és akkor talán már Tatabányán eldőlhet az, hogy a két győzelemig tartó folyamatot akkor mi megnyerhetjük, és akkor léphetünk tovább a legjobb négy közé. Benne van ez a több a lányokban, és mi kell ahhoz, hogyha bennük van, kísérjön? Én úgy gondolom, hogy bennük van ez a több. Hát ugye az igazság, hogy a kulcsjátékosaink is ugye hiába a dobott pontokban úgy látszik, ugye, hogy mindenki egy magabiztos jó játékot nyújtott a pályán. Ettől függetlenül a kulcsjátékosaink is rányomta a bélyegét ez a tét, ők is nagyon akarják ezt a négybekerülést, és egy picit görcsösén mentünk át. Tehát olyan szituációkban, amikor ugye máskor egy azzal megoldjuk, hogy elkezdtük keresni a jobbnál jobb helyzeteket, hát hiába beszéltük meg, hogy jó helyzetnél nincs jobb helyzet, mert megpróbáltuk továbbosztani, megpróbáltuk azt, hogy azok a játékosok, és akik esetleg eddig kevesebb pontot dobtak, azok ehhez hozzá tudnak majd tenni valamit. Az igazság, hogy ez egyedül a Vivien tudott fölnőni, a Pál Vivien, akinek most sikerült
20 pont fölé jutnia. Azt hiszem, hogy ez nagyban segítette a csapat győzelmét. Ettől függetlenül mondom, tehát a játékképe alapján, meg az eredmény alapján úgy tűnt, hogy ez egy valóban egy nagyon sima, laza mérkőzés volt. Ettől függetlenül ez az idegek harca volt, ez a taktikai variációk tömkerege. A cserejátékosainknak sem mindegyiknél látszik az, ugye, hogy valóban tudta tenni azt, amit hozzá kellett tenni. Nem látszik ez pontokban, de azért Karolina az elején nagyon-nagyon jó dolgokat tudott megcsinálni úgy támadásban, mint védekezésben, vagy a Lizár Kitty felcserélése is ugye egy olyan plusz adott a csapatnak, hogy három magas emberre voltunk fönn, amit nem teljesen tudtuk kihasználni azt a centő háromszög játékot, amit meg akartunk valósítani, de ettől függetlenül ugye egy kicsit zavart tudtunk az ellenfélnél okozni. Hát nem tudom, tehát ezen héten biztos, hogy azon leszünk, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, hogy a támadásban, mint a védekezésben is meglátjuk. Hát én reménykedem, hogy nem kell még egy harmadik mérkőzést játszani, ez az is jó lenne, mert akkor a lányok arra hétvégére egy szabad hétvégét kapnának, reméljük ez kellő motiváció lesz számukra. 21 ponttal járultál hozzá a Tatabány elleni győzelemhez, a pályán belülről milyen volt a mérkőzés egy olyan ellenféllel szemben, ahol nagyon sok rutinos játékos szerepel? Egész héten készültünk erre a meccsre, mint támadásban, mint védekezésben, mindent átvettünk, videóelemzést is csináltunk, és hát az elején ment a játék mindenkinek az első negyedbe, de utána ilyen pánikszerű rohamot kapott mindenki, és a védekezésnél teljesen szétestünk. Nem beszéltünk, nem segítettünk egymásnak, úgyhogy ekkor a harmadik negyedben pár ponttal feljött az ellenfél, akkoriban én időt is kért, összeszedtük magunkat, és utána megint 15 ponttal, mert az lett a végeredmény, 15 ponttal nyertünk. Hát a győzelem, úgy jöttünk le a pályáról, hogy nem tudtunk örülni a győzelemnek, mert mindenki érezte belülről, hogy nem tettük meg azokat a dolgokat, amiket egész héten gyakoroltunk, hogy az nem jött ki itt a meccsen. Úgyhogy így úgymond úgy jöttünk le, mintha kikaptunk volna. De ezt Ibanin is elmondta nekünk, hogy örüljünk, de idegenben ez nem biztos, hogy ezzel a játékkal meg lesz. Milyen meccsre számítotok a Tatabányával? Többször találkozhatok az elmúlt években, és egy olyan csapat, főleg a rutinos játékosai miatt, akit otthon nagyon nehéz megverni. A Tatabányán mindig nagyon szoros meccseket játszottunk, mert nem hazai pálya. Sokat utazunk, agyilag minden, hogy nem vagyunk ott, mert nem a hazai pályán vagyunk. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lett, mert szerintem ott még aki hiányzott is a Tatabányából, még az is ott lesz, mivel hogy hazai pályán leszünk, az a játékos is. Gondolom nekik a gyűrű az hazai lesz, ők mindent be fognak dobni. Nehéz lesz nagyon. A Cegléd elleni két mérkőzéssel befejezte az alapszakaszt a Sunshine Nyíksi együttese. Kovács Tibor tanítványai a 8. helyen végeztek az NB2 keleti csoportjában. Nem rajtunk múlt ennek a végjátéknak a sűrűsége. Sportszerűen december elején már ezzel a két csapattal felvettük a kapcsolatot, hogy keressük a legjobb megoldást. Erre nem kaptunk sportszerű választ, és a szövetség nyomására, ami nem felénk szólt, hanem a két ellenfél részére, e hét vasárnapig be kellett fejeznünk a mérkőzéseket, illetve április 3-áig, és kényszerből szerdától vasárnapig 4 mérkőzést kellett lejátszanunk. Hát nagyon sajnáljuk ezt a sportszerűtlenséget. Én bízom benne, hogy ennek nem lesz folytatás olyan formában, hogy mi nem akarunk úgymond bosszút állni ezért. De a mérkőzésre visszatérve felemás mérleggel zártuk. A papírforma alapján mind a két csapat jóval erősebb tőlünk. A Békés Csaba idegen légiós is foglalkoztat, viszont ellenük bravúr sikerült bemutatnunk. Úgyhogy idegenben csak 7 ponttal kaptunk ki, eléggé tartalékos összeállításban. Hétköznap este játszottuk a mérkőzést, nem tudtunk teljes csapattal elutazni, hazai pályán viszont bravúrosan sikerült győzni 14 pontos különbséggel. A hétvégi vasárnapi két mérkőzésünk pedig a papírformának megfelelően alakult, egy jóval erőteljesebb, rutinosabb NB1-es múlttal rendelkező játékosok ellen játszottunk, és Cegléden mind a két mérkőzésen vereséget szenvedtünk. Az egyik mérkőzés simának mondható lett, több mint 30 pontos különbséggel sajnos, a második mérkőzést már 10 pontra hoztuk le, 11 ponttal kaptunk ki. A 8. helyen zárt a csapat az alapszakasz, mennyire felel meg ez a helyezés, és az elért mérleg az előzetes várakozásoknak?
Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Alapvetően az NB1-es csapat mögött NB szintű csapat nem volt a megyében eddig. Vállaltuk és a háttér kialakítása után, főleg a Szánsányik se csapatának köszönhetően az utánpótlás csapatunk mögé állt, felkarolt bennünket, és ennek megfelelően november-október végétől bekapcsolódtunk az NB2-es mezőnybe. Igazából ez volt az elsődleges örömteli hír, a második pedig az, hogy a bajnokság során nyújtott teljesítmény, a csapat hozzáállása az maximális volt, és az ellenfelek edzőjétől kapott visszajelzések alapján nagyon szép teljesítmény nyújtott a csapatunk. 8. helyre futottunk be, de a realitás azt mutatta, hogy a 6. és 8. hely között nagyon minimális különbségek voltak, mint bizonyította, hogy az ellenfeleket legalább egyszer megvertük. Egy kis szerencsével talán a 6. helyre odaérhettünk volna. Mennyire erős ez az NB2, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a NB1-vel a másodosztályjal, ahol azért jó néhány évig voltál a nagykerületi csapat edzője. Milyen színvonalat képviselnek a csapatok? Én azt gondolom reálisan az, hogy azért van különbség, nem is kevés. Örömünkre, akik kosárlabdában vagyunk járatosak, látszik, hogy az NB1-B mezőnye erősödik egyre jobban. A magyar játékosok akár úgy, hogy NB1-ába nem férnek oda, kicsit kiöregedtek, vagy egyéb okok miatt is megerősödtek a csapatok, és nagyon sok csapat, több település, Debrecentől Oroszlányig, a Vasason keresztül, Salgótárjánon át, több csapat megcéloz az NB1-át, tehát komoly céljaik vannak. Ez egy kicsit az NB2-t is erősíti, mert lefelé is terjed a bővül a mezőny, több olyan játékos van, aki szintén NB1-ből lejátszik, fiók csapatként szerepelnek. Én azt gondolom, hogy erős a lánylag, erős az NB2-es mezőny is. A Szánsanyicse csapata fiatal játékosok és rutinos játékosok egyvelege. Mennyire érett össze csapatta ez a társaság, és kik voltak a húzó emberek az elmúlt hetekben, hónapokban? Elsősorban a fiatalok húzták az egész évben a csapat szekerét. Egy-két mérkőzésen, amikor hazai pályán játszottunk elsősorban, két-három rutinosabb játékosra is tudtunk számítani, de elsősorban még egyszer mondom a fiatalokra, és ez volt elsősorban a célunk, hogy ezek a játékosok, akik már nem juniorkorúak, országos junior bajnokságban már nem szerepelhettek, mert egy évvel később születtek, illetve korábban születtek, a megfelelő határidőnél, hogy nekik legyen verseny lehetőségük. Nagyon jó kis kohézió jött létre, az öregek és a fiatalok között egymás bíztatva, egymás segítve, tapasztalatot átadva, ami több mérkőzésen meg is mutatkozott. Igazából nagyon-nagyon kiemelni nem szeretnék játékosokat, mert csapatként működtünk. 8-9 embert is fel tudnék sorolni, de most hagyd ne tegyem meg csapatot, és ezzel a csapaton belül mindenki értse azt, hogy ha kicsit is hozzátett, már az edzésen és a mérkőzésen is előrébb voltunk minden szempontból. Csapat teljesítmény volt nagybetűvel. A folytatásban ugye a 8. helyzet az első helyzettel játszik. A esélyek meglehetősen egyértelműek. Mi lehet a debreceni két meccsen a célja a csapatnak? Amit eddig is hangsúlyoztunk, legyen tartása a csapatunknak. Az előző két mérkőzés tapasztalatait felhasználva próbáljunk közelebb férkőzni az ellenfél csapatához. Itt elsősorban az mutatkozik meg, hogy a debreceni NB2-es csapatban az NB1-ből is többen lejátszanak, szeretnének az NB1-ből NB1-ába kerülni, illetve NB2-ből NB1-be. Legyen tartásunk, próbáljunk minél szorosabb mérkőzést lejátszani, és úgy jöjjünk le a pályáról, úgy fejezzük be a mérkőzést, hogy ha veszítünk is méltósággal és megfelelő teljesítménnyel. A 8. helyen fejeztétek be az alapszakasz, az előzetes várakozásodnak és a saját várakozásodnak mennyire felel meg a 8. hely és az elért mutató? Újonc csapatként kezdtük a bajnokságot, szóval véleményem szerint ez a 8. hely abszolút reális, ugyanis a minimális cél az volt, hogy a rájátszásba kerüljünk, és ott minél jobb eredményt tudjunk elérni. Játszottál magasabb osztályban, NB1-ában és NB1-B-ben is. Ez az NB2 mennyire erős, milyen játékerőt képviselnek a csapatok, milyen játékosok szerepelnek az együttesekben? Igazából minden csapatban van átcsoportos múlttal rendelkező játékos. Egy igen jó színvonalú bajnokság most ez az NB2 a véleményem szerint. Jó csapatokkal, és többen is felszeretnének kerülni NB1-B-be. Te a
viszonylag fiatal korod ellenére is a rutinosabbak közé számítottál, voltak még idősebb játékosok, volt jó néhány fiatal, mennyire ért össze a bajnokság alatt ez a társaság? Úgy gondolom, hogy a fiatalok vevők voltak, úgymond idősebb játékosaink szavára, és a mester is mindent megtett azért, hogy összecsiszolódjunk. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett? Igazából voltak jobb és rosszabb meccseim is, azonban úgy gondolom, hogy hát egy viszonylag jó szezont tudhatok magam mögött. Ez volt az első alkalom, hogy csapatkapitánya lehettem egy csapatnak. Úgy gondolom, hogy jól helytálltam ebben a szerepben. Ez volt az első év, és ráadásul késve kapcsolódhatok be a bajnokságba, tehát meglehetősen sűrűre sikeredett a vége. Hogy látod, milyen jövője lehet ennek az együttesnek, hiszen a megyében ugye A csoportos csapat van, B csoportos csapat nincs, tehát távlatilag talán az is lehetne a cél, hogy legyen egy másodosztályi együttes. Mindenféleképpen ez a célunk hosszú távon, azonban ehhez legfőképpen centerposzton van szükségünk erősítésre, ugyanis a mezőnyjátékosaink úgy gondolom, hogy rendben vannak. Ők meghatározó egyéniségek ebben a bajnokságban, egy erős 4-es-5-ös játékosra még szükségünk lenne. A Debrecennel játszottok még két meccset, azzal a Debrecen, amely lehet azt mondani, hogy ki emelkedett ebből a bajnokságból, milyen célotok lehet ezen a két találkozón? Igen, jól látod, ez a Debrecen még nem kapott ki ebben a bajnokságban. Sajnos nem mi vagyunk az esélyesei ennek a rájátszásbeli párharcnak, azonban nyilvánvalóan nem feltartott kézzel fogunk érkezni Debrecenbe. Mindenféleképpen egy tisztes helytállás, és úgy gondolom, hogy ha jó játékkal fejben rendben leszünk, meg is szorongathatjuk ezt a Debrecent. Győzelemmel mutatkozott be a Nyírbátor kispadján Máton István. A bátoriak sorozatban harmadik sikerüket aratva 3-1-re győztek felső Tárkányban. Már ősszel is kerestek a nyírbátori vezetők, mondhatom, hogy folyamatos kapcsolatban voltam velük. Igazából az volt, hogy a Nyíregyháza Spartakusznál dolgoztam, mint technikai vezető. Sokat örlődtem a dolgon, hogy melyiket válasszam. Igazából újra győzött az edzősködés, hogy itt lehetek a pályán. Ha lehet azt mondani, nem a legjobb pillanatban érkezte, hiszen még ősszel abszolút negatív szériában volt a csapat, most egy jó sorozatban, tehát talán könnyebb lett volna akkor, mert a csapat szempontjából mindenképp jobb ez a helyzet. Milyennek voltak a benyomásaid a bemutatkozó meccsre a felső Tárkányban adott 3-1 győzelem alkalmával? Igen, mondják, hogy lehet, hogy jobb lett volna akkor érkezni, én nem így gondolom. Sokkal jobb volt így belépni az öltözőbe, hogy már nem utolsó helyen van a csapat, nem azzal kellett foglalkozni, hogy a görcsöt oldjuk a játékosokban. A felső tárkányi mérkőzéssel kapcsolatban pedig teljesen elégedett vagyok, szinte mindent visszakaptam, amit vártam a mérkőzéstől. Gondolom, mivel már korábban dolgoztam Nyírbátorban, eddig is figyelemmel kísérted a csapatot, aztán vannak egykori vagy korábbi játékostársaid is a játékosok között. Lesz-e valamilyen változás, vagy akarsz-e valamilyen változást a korábbiakhoz képest, főleg most ebben a helyzetben, hogy ilyen szériában van a csapat? Igen, hát a nyírbátori keret 99%-ával dolgoztam már együtt, vagy még akár Müller Zsoltival, még csapattársak voltunk annak idején a Spariban, tehát mindenkit mondhatom, hogy teljes keretet ismertem személyesen is. A kérdésedre, hogy változásokat tervezek-e, nem akarok különösebben belenyúlni már bajnokság végéig. Ugyanaz szerint fog haladni most már az edzések felépítése, mint eddig. Már csak amiatt is ugye eddig Ambrusz Árpi csinálta, akinek a felfogása az nagyon hasonlít az enyémhez. Szinte az edzések is úgy voltak megtervezve, ahogy én is. Tehát apró változások vannak, nagyon nem fogunk belenyúlni se a regenerálásba, sőt még a játékrendszerbe sem nagyon, esetleg egyszer-egyszer az ellenfelektől függően, de nem lesz itt radikális változás. Mi a cél a hátralévő mérkőzésekre? Most már tekintve, hogy egy kieső van, mondhatni, hogy jó pozícióban van a Nyírbátor. Igen, én is úgy gondolom, hogy most már talán nem kell visszafelé tekingetnünk. A legfontosabb dolog az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akikre jövőre is fogunk tudni számítani. A következő bajnokságot nézve már, az egy nagyon kielezett bajnokság lesz 5 kiesővel, tehát úgy kell majd megerősíteni a keretet, és a jelenlegi keretből is megpróbálni megtartani minél több embert, hogy nyártól sikeresek tudjunk lenni. Komoly élvonalbeli múltal az NB2-es Sziget-Szentmiklóstól érkezve az akkor utolsó helyen álló Nyírbátorhoz, milyen célokkal, milyen reményekkel? Az a cél, hogy tudjak segíteni a csapaton. Az elvárás az volt, hogy a csapat megélje az NB3-as tagságát. Úgy érzem, hogy
jó úton haladunk felé, hiszen öt utolsó öt meccsünkből négyet nyertünk, egyet x-eltünk. Legalább három helyet előrelépne a bajnokságban a Baktól-Loránd háza. A futballcsapat az eddigi öt tavaszi meccsen 10 pontot szerzett, és jelenleg 11. helyen áll a táblázaton. A tervünk az az volt, hogy az első öt fordulóban 10 pontot kell szerezni, ami nem volt azért egy egyszerű terv, hogyha azt nézzük, hogy az első öt fordulóban játszottunk az első öt helyezettel, mert ez gondolat volt, de így a mérkőzések képét tekintve azt mondom, hogy hiányérzetem van, ugyanis a második fordulóban az utolsó utáni percben kaptunk emberelőnyben gólt a Sényő ellen, illetve itt hazai pályán a Szakolytól szenvedtünk vereséget, 70 percig vezettünk 1-0-ra, emberhátrányban voltunk, és két figyelmetlenség, két pontugás utáni figyelmetlenség okozta a vesztünket, de összességében azt mondom, hogy eddigi hozzáállással, szerepléssel elégedett vagyok a tavasz folyamán. Kár, hogy nem most kezdődött a bajnokság. Azt szokták mondani, hogy tavasszal nehezebben adják a pontokat, mint ősszel. Erre a bajnokságra igaz ez a megállapítás? Én azt gondolom, hogy igen, erre a bajnokságra is igaz ez a megállapítás. Annál is inkább ugye, mert meglengedezett itt a szél, hogy akár 5-6 kieső is lehet a megyei első osztályból. Innentől kezdve mindenki egy kicsit féltve érzi a pozícióját. Minden csapat megpróbál minden apait, anyait beleadni. Látható ez például a Nagyhalász példájában is, aki két ponttal indult neki a tavasznak, és egész szépen szerepel eddig. Élt csapatok érzik a saját bőrükön. Szerencsére mi abban a kategóriába tartozunk, aki egyelőre nem a saját bőrén érzi, hanem minél több pontot próbál szerezni, és szerez is a tavasz folyamán. Játékban lépett-e előre valamit az őszhöz képest a csapat? Véleményem szerint nagyon sokat. Aki látta az ősszel a csapatjátékunkat, illetve látja a tavasszal a csapatjátékunkat, az teljesen meg van lepődve. Tehát a télen is mondtam, hogy valószínűsíthető, többek között, sőt biztos, hogy én is hibás voltam benne, mert egy kicsit elkényelmesedtünk az ősz folyamán, és átmentünk egy olyan labdatartós, passzogatós játékba, amivel nem veszélyeztettük az ellenfél kapuját. Most a játékunk sokkal racionálisabb, sokkal érettebb, és én azt gondolom, hogy sokkal dinamikusabb is lett. A hátra lévő fordulókra mi a célkitűzés, mi az elvárás, hiszen az eddigi jó szereplés ellenére is még azért 10-en kívül van a csapat a tabellán. Hát most egy kicsit változott ugye a célkitűzés a gyenge őszi szereplés követően. Most a legjobb 8 közé, az első 8-ba akarunk kerülni mindenféleképpen, oda szeretnénk kerülni. Tavasz új célkitűzést fogalmaztunk meg. Egyik dolog az a célunk, hogy a ifi korú játékosokat, illetve fiatal játékosokat építsünk be a csapatba. Szép lassan az idősebb játékosok, gondolok itt egy Gedda Gabira, egy Szabó Robira, jó magamra, már a kispadra szorulnak, vagy még lassan oda sem. Jön a fiatal generáció, egy generációváltás, jönnek a fiatalok. Ez az egyik célkitűzés. A másik pedig az, hogy ez nagyon jó lenne, eredményen is párosulna. A tavaszi fordulókat tekintve, ha csak a tavaszi fordulókat tekintve, első háromba szeretnénk végezni. Nem túl jó pozícióból vágott neki a tavasznak a Baktól-Loránd háza. Mennyire vagy elégedett az eddig öt meccsen szerzett 10 ponttal? Őszintén megmondva, mennyit elvileg 10 pontot tervezett Ilu. Meg hát én többet terveztem volna így személy szerint, hát a szakmai meccset azt nagyon elszúrtuk sajnos. Így örülünk neki, hogy 10 pontot meg tudtuk szerezni az öt meccsből. Versenyben vagy a gólkirályi címér, az eddig 5 tavaszi fordulóban szereztél 5 gólt, 20-nál tartasz jelenleg. Mi a célkitűzésed? Hány góla szeretné zárni a bajnokságot? Személy szerint megpróbálom elérni a 30-as határt. Aztán, hogy sikerül-e, az majd kiderül. A hátralévő mérkőzéseken mit vársz a csapattól? Mire lehet ez az együttes ezzel a formával képes? Hát most ez a hétvégi szünet nekünk nagyon rosszul jött, mert pont belelendültünk a mérkőzésekbe. Hát innen minél többet szeretnénk kihozni most a hátralévő meccsekből, aztán odaérni az első 8-ba. A Szatmár Unió Fehérgyarmati csapat érkezik a hétvégén. Milyen meccse, milyen ellenfélre lehet számítani? Hát egy fiatal hajtós csapat, az biztos. Hát az eredményeik is mutatják, a múlt heti is. Aztán nem rossz csapatokat kaptak el. Hát bízunk benne, hogy folytatjuk ellenük a jó szériánkat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!